Köszöntök mindenkit az Antoiro Tudás Központ nevében, én Lengyel Ádám vagyok, a Tudás Központ megbízott kutatója, és a mai beszélgetésem eddig Hajzár Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. És a mai beszélgetésünk témája az Egyesült Államok távol-keleti erőkivetítésének kérdése lesz. És akkor első kérdésnek fel is tenném, hogy ez erőkivetítés fogalmát hogy lehet megfogalmazni? Mi, ami ebbe beletartozik, mi, ami ebbe esetleg nem? Ugye tulajdonképpen, amikor mi Magyarországon, magyarul erőkivetítésről beszélünk, akkor két angol száz kifejezést mosunk egybe. Az egyik ugye a klasszikus úgynevezett katonai erőkivetítés, amit úgynevezett erőkivetítő platformokkal, repülőgéphordozókkal, nagy felszíni hajókkal, nagy partra szállító hajókkal, nehéz szállító gépekkel, stb. Hajtanak végre az államok, tehát fegyveres erővel. A másik pedig az a puha erő, tehát a power projection, ami a nemzeti erőnek a kivetítése. Ezt az államok a katonai mellett gazdasági, diplomáciai, civilizációs, tehát kultúra, magas kultúra, elitegyetemek, film, könnyű zene, popkultúra, stb. Szoktak végrehajtani. Az amerikaiak mind a kettőben nagyon erősek. Az oroszoknak az a legnagyobb baja, hogy ők a puha erőben, a gazdasági, kulturális erőkivetítésben, ott nem jó összségekben az amerikaiakat. És most így a szintekről beszélünk, ugye az egyik úgy tűnik, hogy fontos, hát hatalmi versengési szintér jelenleg ugye a távol-kelet. Miért fontos a távol-kelet az Egyesült Államoknak, és miért lehet fontos esetleg más nagy hatalmaknak, vagy akár szuperhatalmi törekvéssel rendelkező országnak? Most egyébként hogy nyilván Kínáról van szó, de hogy akár más térségeknek is ez. Ez egy fontos terület lehet. Na megnézzük, hogy az elmúlt mondjuk bő fél évszázadban, ugye nyilván itt nem csak Kínáról beszélünk, de a kínai gazdaságnak a robbanásszerű fejlődése a legfontosabb eleme ennek. Ugye a világgazdaság, még azt is mondhatjuk, hogy a hidegháború végéig azért Európa Észak-Amerika központú volt. A 90-es évek óta, és itt nem csak, bár megint mondom, elsősorban Kína felemelkedéséről beszélünk, de a 90-es évektől kezdve van egy nagyon gyors gazdasági fejlődés a távol-keleti térségben. Japán már előtte is egy nagyon fejlett gazdaság volt, de ugye Dél-Korea főleg a 80-as, 90-es években lépett a gázra. Hongkongnak a gazdasági szerepe is meghatározott előtte is. Tehát a lényeg az, hogy egy harmadik pólussá vált ez a távol-keleti térség, tehát ott is ugye Kínának a tengerpartmenti sávja, ugye ahol a népesség döntő többsége is lakik, Dél-Korea, Japán, Tajvan, ugye a chipgyártás központja, Hongkong, és ma már ez a térség, ez komolyabb gazdasági erővel rendelkezik, mint az Egyesült Államok, vagy mint Európa egybe. Tehát gazdaságilag jelenleg ez a legkomolyabb erőközpont a világon. Tehát ugye a vásárlóparitásra számított nemzeti össztermékeket nézzük, akkor Kína már az első, és Japán még harmadik, negyedik, van, aki Indiát már elé teszi, van, aki nem. És ugye Dél-Korea is a top 10 közelében van, ez megint számítási kérdés. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly gazdasági központ, és nagyon komoly feszültségek terhelik, hiszen Kínának a gyors gazdasági fölemelkedése az részben azt jelenti, hogy Kína igyekszik egyfajta revansista politikát folytatni, tehát a korábbi befolyás övezetéből néhány dolgot visszaszerezni. Itt ugye gondoljunk a kínai-vietnámi kapcsolatokra, gondoljunk Tajvanra, gondolhatunk akár a koreai félszigetre is, vagy a dél-kínai tengerre.
esetleg ugye még a brit birodalom által megszerzett és jelenleg Indiához tartozó területek iránt benyújtott kínai igényekre. Tehát Kínának a felemelkedése, a gyors gazdasági fejlődése lehetővé tette, hogy egyre több és több anyagi erőforrás fordítson aktív diplomáciára, és ami ezt ugye támogatni tudja egy egyre komolyabb haderőre. Ugye lényegében az elmúlt 20 évben azért már a kínai védelmi kiadások mindig a második legmagasabbak voltak az amerikai védelmi kiadások után, és mára már eljutottunk oda, hogy a kínai védelmi kiadások is több mint kétszer, sőt majdnem háromszor akkorák, mint a harmadik helyen álló Indiának a védelmi kiadásai, ami olyan 70-71 néhány milliárd dollárra számolja a military balance. Tehát Kína egyértelműen globális erőközponttá vált, és ugye deklarált célja az, hogy az első számú globális erőközpont szeretne lenni, tehát szeretné átvenni azt a pozíciót, amit jelenleg azért többé-kevésbé elvitathatatlan módon az Amerika Egyesült Államok birtokol, és nem meglepő módon az Egyesült Államok mindent meg is tesz azért, hogy ezt a pozíciót a lehető legtovább megtartsa. És ha már így Kínáról ugye beszéltünk, hogy második a katonai költségvetésében, de tulajdonképpen különböző statisztikák szerint már bizonyos területeken meg is előzte az Egyesült Államokat. Mennyire erős a kínai jelenlét, akár itt a távol-keleten, főleg ebben a sárga tengeri térségben, meg a kínai tengeri térségben, és mennyire erős a kínai jelenlét globálisan? Kezdjük ugye az elsővel, az már relatíve könnyű megválaszolni. Ugye Kína nagyon komoly katonai képességeket épített ki otthon. Ugye erre az angol száz terminológia, ugye az A2AD, Anti-Access Area Denial fogalmat használ, itt magyarra mondhatjuk azt, hogy úgy sikerült lefordítanunk, mert én írtam a szócikket a hadtudományi lexikonba, hogy hozzáférésgátló, területmegtagadó képesség. Tehát Kína a saját területén olyan eszközöket telepített, nagy hatótávolságú légvédelmi rakéták, hajó elleni ballisztikus rakéták, ugye a DF-21-es, DF-26-os, ugye Dongfeng keleti szél rakéták, ugye a nevük is üzenetértékű, amikkel akár 1500-2100 kilométeres távolságból képesek az amerikai repülőgép hordozó harccsoportok megtagadására. Tehát a dél-kínai tenger, sárga tenger térségében a Kínának a saját területén telepített eszközeivel lehetősége van 1500-2000 kilométerről megtámadni az amerikai hadihajókat, és nyilván ugyanezek a igen nagy mennyiségben rendelkezésre álló rövid és középható távolságú rakéták, illetve a manőverző robotrepülőgépek azt is lehetővé teszik, hogy például a szövetségeseknél lévő amerikai katonai bázisokat, ugye Dél-Koreában közel 25 ezer, Japánban több mint 50 ezer amerikai katona állomásozik állandó jellege, hogy ezeket is, meg nyilván a szövetséges országokat is megtámadja. Plusz ugye 2014-15-ben, amíg az egész világ Ukrajnára figyel, de ugye a NATO meg maga az USA is mindenképpen elsősorban az ukrán helyzettel foglalkozott, addig ugye Kína ilyen mesterséges szigetépítésekkel óriási katonai bázisokat hozott létre a dél-kínai tengeren. Ugye főleg a Paracel és a Spratly szigeteken, ugye egyik részben meglévő szigeteket bővített ki, részben pedig ugye a Spratly szigeteken zátonyokból épített hatalmas mesterséges szigeteket, óriási katonai repülőterekkel, és oda is előre telepítette ezeket az úgynevezett hozzáférésgátló terület megtagadó eszközeit, tehát a hajó elleni rakétákat, robotrepülőgépeket, a légvédelmi eszközöket, vadászbombázógépeket telepített előre, tehát mondjuk itt tolja ki a buborékját. Tehát Kína a saját közvetlen környezetében, amit ugye eszközök mondjuk úgy a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló közepes hatótávolságú rakéták, robotrepülőgépek mondjuk úgy hatótávolságát figyelembe véve, nagyjából egy 2000 kilométerig képes bárkire pusztító csapást mérni hagyományos fegyverekkel. Ugye Kína a becslések szerint
400 atomtöltettel rendelkezik, ez ugyan sokkal kevesebb, mint a 5400-500 főre raktárkészletekkel együtt becsült amerikai mennyisége, meg a majdnem 6000 orosz. Ugyanakkor azért, ha belegondolok, ez 400 nagyváros, arról van szó. Tehát ez azért bőven elegendő, elrettentő képesség, és az elmúlt időszakban szolgálatba álló DF-41-es interkontinentális ballisztikus rakétákkal, illetve a haditengerészetnek az új nukleáris meghajtású ballisztikus rakétaordozó tenger alatt telepített kb. 8000 km-es hatótávolságú IL-2-es rakétáival, lényegében a globálisan képes nukleáris elrettentő csapás mérésére. Hagyományos katonai erőt Kína több ezer kilométerre, tehát mit tudom én, Dél-Amerikába, Észak-Afrikába, Kelet-Afrikába nem tud jelenleg eljuttatni, mert ahhoz nincs elég erőkivetítő platformja. Tehát, hogy az amerikaiaknak van 11 repülőgép-hordozó harccsoportja, ugye a repülőgép-hordozón kívül mindegyikben legalább van egy kísérőcirkáló, két kísérőromboló, egy nukleáris meghajtású támadó tenger alatt járó, legalább egy, de inkább kettő-három nagy partraszállítójú, azoknak is a saját kísérőrombolói, meg egy óriási logisztikai trén, tehát több tucat ellátóhajó, és a többi, és a többi. Az amerikaiakhoz képest Kína most tartott, hogy van kettő repülőgép-hordozó harccsoportja, és ugye a harmadik repülőgép hordozónak most zajlanak a csapatpróbái. Tehát ahhoz, hogy legalább egyet folyamatosan kint tudjak tartani, ahhoz szükség lenne legalább háromra. De ugye az amerikaiaknál ez azt jelenti, hogy folyamatosan legalább hármat, rövid távon akár ötöt is kint tudnak tartani műveleti területen a 11-ből. Tehát ebből a szempontból még Kína rettenetesen le van maradva, és ha megnézzük a többi erőkivetítő platformot, ugye a légiutántöltőgépekből, ami létfontosságú ahhoz, hogy a világ bármely pontján hosszabb távon tudjak repülőműveleteket, légihadműveleteket folytatni, az amerikaiaknak közel 600-an. Kínának olyan 40 és 70 darab közé becsülik a készleteit. Nagy hatótávolságú, pilóta nélkül repülőeszközökből az amerikaiaknak több mint 500 van. Kínának nem tudjuk a pontos mennyiséget, de 100-ra ne sem becsülik. Szépen zárkózik, de ugye nagyon-nagyon komoly képességeket kell még kiépíteni. Ami ennél sokkal fontosabb, hogy az amerikaiaknak mindez van egy olyan szövetségi rendszer, ami Kínának nem úgy középtávon, de valószínűleg hosszú távon sem lesz. Tehát ugye itt beszélhetünk egyfelől a NATO-ról, a NATO mellett ugye a NATO-ra felfűzve ott van a földközi tenger térségében, ugye a földközi tengeri párbeszéd államai, ugye Líbiát meg Szíriát kivéve gyakorlatilag az összes állam, a Perzsöbölben, az isztambuli kezdeményezés államai, a békepartnerség államai, illetve ugye az úgynevezett globális partnerek közülük a legfontosabbak, Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Új-Zéland, tehát ezzel együtt meg más országokkal kötött bilaterális védelmi megállapodásoknak köszönhetően nagyon fontos, hogy az USA-nak mindenhol van úgynevezett befogadó nemzeti támogatása. Kína ilyennel nagyon kevés ország esetében rendelkezik. Ugye az első nagy sikere az volt, hogy Djibouti-ban sikerült ugye az első nagyobb tengeren túli bázisát kiépíteni, de ugye Djibouti-ban van egyébként egy francia katonai bázis is, meg egy amerikai katonai bázis is, ugye Djibouti nagyon jó helyen van, ugye a Bab-el-Mandeb szorosban, a Vörös-tenger déli kiáratánál, tehát mindenki ott akar lenni, meg ez az egyetlen stabil ország a térségben, ugye a túloldan a polgárháborúzó Jemen van, Djibouti körül pedig olyan, hát finoman szólva is gyenge, vagy bukott, vagy összeomlott államok, mint ugye Szomália,
meg Eritrea, meg a szintén polgárháborúzó Etiópia. Tehát a Djibouti bázis az nem jelenti azt, hogy Djibouti kínai szövetséges állam lenne. És ha már szó esett itt a kínai fejlesztésekről, ugye az Egyesült Államok is elég komoly pénzeket költ katonai fejlesztésekre, és most ennek a legutóbb ugye az F-35-ös program, a fordosztályú hordozók, a zoom-változtályú rombolók voltak a hírekben legtöbbet emlegetett darab, illetve talán még ez a Littoral Combat Ship osztály, amit elég gyakran emlegetnek. Mennyire sikerültek jól ezek a programok, és mennyire járulnak hozzá az, hogy az Egyesült Államok megszilárdítsa az első helyét a katonai versengésben? Ugye minden program körül sok a vita, főleg az Egyesült Államokban, ahol ugye abszolút a transzparencia, tehát a több száz oldalas éves jelentéseket publikál a Pentagon, hogy mire költöttük az adófizetők pénzét. Ugye ilyet aztán Kínában vagy az oroszoknál hiába is keres az ember. Tehát ott nagyon más, hogy úgy mondjam, a szervezeti kultúra. Ugye a Ford osztály az egy logikus továbbfejlesztése volt a Nimitz-eknek. A Nimitz osztályt ugye 70-es évek óta gyártották, ugye az első hajó az a Végső visszaszámlás című filmben főszerepet is játszottam, hogy ugye visszarepült, ugye a időben visszament a Pearl Harbor-i támadás idejére. Előtte pedig ugye a Kitty Hawk meg a Forrestal osztályokkal ugye hagyományos meghajtással, tehát gyakorlatilag ez egy logikus fejlődés eredménye. Ha visszamegyünk egészen a washingtoni flotta egyezmények, akkor ez egy folyamatos 100 éves építkezésnek, fejlesztésnek a jelenlegi végterméke a Ford osztály, tehát ez egy abszolút kipróbált konstrukció. Egyébként olyan szinten bevált ez a megoldás, hogy ugye Kínának a legújabb repülőgép hordozóinál, hát hogy fogalmazzak finoman, eléggé szemérmetlenül másolták az amerikai repülőgép hordozó kialakítását. Ugye a F-35-ös program körül azért már sokkal több a kérdőjel, ugye itt alapvetően arról van szó, hogy mindennek meg kéne felelnie. Tehát egyszerre kéne kiváltani a tengerészgyalogságnak a Harrierjeit, a légierőnek részben, ugye most már nem tartunk ott az F-16-osait, vagy az F-18-osait a haditengerészetnek. Tehát emiatt ugye nagyon sok mindennek meg kell felelni, és mivel túl sok irányból érkezett rá a nyomás, hát azért még van mit finomítani rajta. Ugyanakkor az első, ahogy az angol száz terminológia szokta volt mondani, fogzási problémák miatt után azért egyre kiforrattabb a rendszer, tehát az első időszakban rengeteg negatív kritika érkezett a típussal kapcsolatban, ami szinte természetes is. Annyira forradalmian újszerű egy csomó megoldás, hogy az lett volna meglepő, hogy rögtön az első, mondjuk úgy, nullszériás példányok, minden stimmeljen. Ugye hosszabb távon vélhetőleg a típus ki fogja magát forni. Ugye hasonló párhuzam lehet az az F-16-os, amivel kapcsolatban a 70-es évekbeli szolgálatba állítása kapcsán szintén nagyon komoly kritikák hangzottak el, pláne a Phantom az egy sokkal nehezebb, jóval nagyobb sebességű, nehéz vadászbombázó géphez szokott pilóták átültek rá, de hát ugye az F-16-osokat még a mai napig is használják, sőt jelenállás szerint még akár 30-40 évig is rendben maradhatnak. A Littoral Combat Ship körül ugye az egy érdekes hibrid típusnak indult, hogy egyszerre szerették volna vele kiváltani a régi fregattokat, ugye az Oliver Hazard Perry osztálynak a fregattjait, amik egyébként annyira nem régiek, úgyhogy kvázi ilyen segélyként, majdhogynem bontási áron átadtak belőlük az ausztráloktól kezdve a spanyolokon át, a lengyeleken keresztül nagyon sok más szövetséges haditengerészetnek. Tehát a fregattokat, aknamentesítő hajókat és kisebb partraszállító hajókat. Ugye itt az is nehezítette a fejlesztést, hogy párhuzamosan ugye kettő típussal dolgoztak, két típust fejlesztettek az amerikaiak, ugye a
egy hagyományos hajótestű változatot, meg egy triamarán kiarakításút. Végül is olybá tűnik, hogy hosszabb távon mind a kettő típus esetén megvan az a mondjuk úgy gyakorlati tapasztalat, aminek köszönhetően ezt a típust is sikeresen tudják üzemeltetni. Ugye ez a Littoral Combat Ship az eleve az olyan zsúfoltabb partmenti vizekre, belső vizekre készült, oda tervezték ennek az alkalmazását az amerikaiak, mint a Perzsölből, vagy éppen a dél-kínai tenger, vagy a kelet-kínai, vagy japán tenger, tehát hogy ezek kifejezetten ilyen partmenti műveletekre vannak kitalálva. Olybá tűnik, hogy a program halad, csak nyilván ugye itt Kínának azért az ilyen kategóriában, ugye ezek a rakéta, ugye a Hubei osztály, pont ugye a kínai haditengerészetnek ez a katamarán kialakítású, abból azért ők is kitoltak egy 60 darabot, tehát hogy itt nyilván azoknak megint a fő feladata ez az A2AD, tehát ez a hozzáférés gátlás terület megtagadás. Ugye az amerikaiaknál 60 darabra tervezték, eredetileg 80 darabra tervezték a Littoral Combat Chipeknek a mennyiségét, sőt, amikor a tervezési fázisban arról volt szó, még akár a 100-as darab számot sem tartották elképzelhetőnek, most már az is nagy kérdés, hogy lesz-e 60 darab belőle. Tehát nem, egyelőre nem tűnik úgy, hogy föltétlenül siker a típus, de ugye nagyon fontos, hogy egészen egyszerűen annyi platformot akkora méretben, mint ugye az Allegberg osztályú rombolók, vagy a Ticonderoga osztályú cirkálók, ugye ez mind a kettő 10 000 tonna körüli vízkiszorítás, ugye a Ticonderoga egyébként egy picit még kisebb is a cirkálóként, mint az elvileg rombolók, a börkök. Tehát egészen egyszerűen ez egy szükséges kiegészítő képesség a rombolók mellé, mert egyszerűen még az Egyesült Államok sem olyan drága, úgy egyébként, hogy 2021-ben 800 milliárd dollárt költött a Sipri szerint az USA védelmi célokra, hogy ezt drága nagy hajókkal a szükséges mennyiséget kiállítsa. De pont azért, mert a Kína körüli vizeken ugye nagyon komplex kihívásokkal kell szembenézni az amerikai haditengerészetnek. A Littoral Combat Chipek valószínűleg nem elsősorban a dél-kínai tengerre készülnek. Tehát afrikai vizekre, Perzsölbölbe, tehát ahol nem ennyire fenyegető, nagyméretű ellenséggel kell szembeállítani, oda sokkal inkább alkalmasak ezek az egységek. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt is voltak kisebb-nagyobb döccenők a program folyamán, de az, hogy azért folyamatosan megy a gyártás, és ugye most már ugye a legújabb egységeknél ugye új szériákról beszélünk, tehát ugye továbbfejlesztett elektronikával, módosított fegyverzettel, tehát ez arra utal, hogy azért a program megy. A darab, végső darabszám még mindig kérdéses, de most már a 60 darab sem valószínű egyébként, de egy olyan 41 néhány darab biztos el fog készülni. És Kelet-Ázsia viszonylatban inkább azt mondanám, hogy ezeknek a Littoral Combat Chipeknek az a szerepe, hogy amit egyébként most már megint inkább klasszikusan frigatnak neveznek az amerikaiak, hogy
termentesítik a legütőképesebb, legnagyobb harcértékű egységeket, amiket így fel lehet szabadítani Kína ellen. És ugye az itt szerzett tapasztalatok alapján, ugye részben egyébként ezt a Littoral Combat Ship koncepciót elengedve, ugye az Egyesült Államok haditengerészete megrendelt 20 darab Constellation osztályú fregattot, tehát gyakorlatilag az utolsó egységei, az utolsó nagyjából 15-20 darab ebből a Littoral Combat Ship-ből, ezt áttették erre a Constellation osztályra, ami már méretben egyébként jóval nagyobb, majdnem 7500 tonnásra tervezik, tehát minden más országnál azért ez már romboló, tehát ezek viszont valószínűleg kifejezetten Kína ellen is használhatók lesznek. És itt pont az előtt fel bennem kérdésként, hogy mennyire látható ezekben a fejlesztésekben, hogy az Egyesült Államok egy Kínával való, mondjuk akár fegyveres szembenállásra is készül, vagy mennyire tekintetők ezek inkább ilyen általános irányoknak, hogy tulajdonképpen a katonai elsőségét őrizze globálisan bármilyen fenyegetéssel szemben? Hát ez is. Tehát nyilvánvaló, hogy ott van például az Arleigh Burke osztály, amit eredendően még a birodalom, azaz a Szovjetunió ellen terveztek, tehát most már ott tartanak az amerikaiak, hogy 68 darabot gyártottak le belőle, sőt, bocsánat, 70-et, és 90-et terveznek. Ugye 88 óta gyártják a típust, és jelen állás szerint 2030-ban még mindig át fognak adni belőle. Most nem meglepő módon azért ez alatt a 41 néhány év alatt, ugye ez több korszerűsítési csomagon átesett. Ugye a modern hadihajókat tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint a Legót. Ez nem feltétlen amerikai koncepció, ezt a németek találták ki egyébként, nagyon sok elemét ugye a német Meko osztályú fregattoknál és rombolóknál, hogy maga a hadihajó, tehát maga a test, a sokkal tovább használható, mint a benne lévő fegyverzet, meg elektronika. Tehát a fegyverzetet, meg elektronikát, meg egyébként a hajtóműegységet is ilyen dobozokba pakolják be, és ezeket a dobozokat, mint a Lego kockákat külön-külön lehet cserélni. Tehát ugye az Arleigh Burke osztálynak a Flight 1-es szériája, az képest a mostani Flight 3-as, más nem mondjuk az már 1200-1300 tonnával nehezebb. És ennek a döntő többsége fegyverzet, meg elektronika, meg kevlár páncél. Tehát, hogy maguk a hadihajók, azok nagyon-nagyon hosszú szolgálati időre vannak tervezve. Ugye nagyon jó példa a repülőgép hordozó, mert ugye a Nimitz osztálynál azt mondtuk, hogy nagyjából 7 milliárd dollár volt, hogyha a 10 legyártott hajónak átlagoltuk a darabárát, az új Fordok esetében ez már jóval több, mint 10 milliárd dollárról beszélünk. És ez a 10 milliárd dollár plusz rá a repülőezred még 2,5, tehát az a nagyjából 70 merevszárnyú, meg még 8-10 forgószárnyú eszköz, ez mondjuk küldetéstől függően változik, pontosan mennyi van a hajón. Na most 12,5 milliárd dollár az még az USA-ban is irgalmatlan pénz. Tehát egy repülőgép hordozót 50 évig terveznek használni. Na de ebben az is beletartozik, hogy 8-10 évente egy évre kiveszik a hadrendből, és teljesen kibelezik. Tehát cserélik az elektronika egy részét, cserélik a fegyverzet egy részét, nyilván megnézik, hogy hol kezdett korrodálódni, stb. És akkor mindig a változó biztonsági környezetnek, a megváltozó technológiai kihívásoknak megfelelően átépítik. Tehát az elmúlt időszakban az összes amerikai hadihajót, mivel az első számú kihívója az Egyesült Államoknak, mondjuk ugye a globális tengeri uralmának Kína, sőt Kína ezt deklarálta is, de ha nem deklarál, akkor is ugye az elmúlt 20 év elképesztő fegyverkezésének köszönhető már a legtöbb eszközben, tehát akár a repülőgép hordozókat nézzük,
akár a cirkálókat nézzük, akár a nagyméretű rakétásombolókat nézzük. Tehát Kína egyértelműen az Egyesült Államok versenytársává vált, és nem meglepő módon az amerikai hadihajókat úgy készítik, hogy a kínai hajókkal is képesek legyenek felvenni a versenyt. De ez nem jelenti azt, hogy bármely más ország el van engedve, hiszen ugye ezek a platformok, ezek a nagyméretű hajók, ugye pont az Egyesült Államok globális kötelezettségvállalásainak, feladatainak vagy jelenlétének köszönhetően a világ bármely részén megfordulhatnak. Tehát nincs specifikusan kihegyezve egyetlen ellenféllel szemben egy amerikai hadihajó sem, inkább úgy kell őket elképzelni, mint svájci bicskákat. Tehát, hogy erre is jó, arra is jó, amarra is jó. Lehet, hogy egy bizonyos ellenféllel szemben picit más hajó kéne, de az leginkább csak az az egy ellenféllel szemben vethető be. A legtöbb amerikai romboló vagy cirkáló egyfajta svájci bicska, meg azt se szabad elfelejteni, hogy az amerikai hadihajók nem egymagukban vannak. Tehát képességcsomagokról beszélünk, ugye ennek az Amerika flottának két legfontosabb ilyen szervezési köteléke, az egyik az úgynevezett Carrier Strike Group, tehát repülőgéphordozó csapásmérő csoport, vagy más néven Carrier Battle Group, repülőgéphordozó csoport, és ennek egyik kísérő csomagja, de néha ugye ettől független is működhet, az úgynevezett Amphibious Ready Group, az a Sparta szállító készenléti csoport. És a kettő nagyon gyakran együtt megy. Meg úgy, hogy 3-4 egyébként úgy hadihajó, leginkább logisztika, tehát üzemanyagot szállít, lőszert szállít, élelmiszert szállít, mondjuk 1000, 2000 vagy akár 3000 tengerészgyalogossal, teljes fejezettel, gyalogsági harcjárművekkel. Ugye nem csak a repülőgép hordozó képes repülőgépeket hordozni, hanem ugye az úgynevezett rohamhajó vagy helikopteres partaszállító hajó másik magyar fordításban, azon is van egy repülő ezred, csak a zömmel szállító helikopterekből áll, de missziótól függően lehet 12-18 F-35-ös rajta. Tehát, és mondjuk egy-egy ilyen köteléknek a kísérő rombolóin, cirkálóin lehet akár 300 légvédelmi rakéta, meg 100 Tomahawk manőverző robotrepülőgép. Ez azért ugye minden ellenféllel szemben elég elrettentő potenciállal bír, tehát az amerikai hajókat nagyon ritkán alkalmazzák egyedül. Az amerikai flottának az egyik fő erőssége, hogy kötelékben, tehát ugye megfelelő képességeket egymáshoz pakolva, kötelékben tud borzasztó hatékonyan működni, és még egyszer le kell szögezni, az is nagyon fontos, hogy például a Kínáról beszélünk, akkor az amerikaiak oldalán bármilyen konfliktusban valószínűleg Kína ellenében be fog lépni a dél-koreai haditengerészet, a japán haditengerészet, és ezen két haditengerészet legtöbb hajója úgy van kialakítva, olyan fegyverzettel rendelkezik, ami képes arra, hogy együtt működjön, egy kötelékben harcoljon, manőverezzen az amerikai egységekkel. Ugye erre szolgálnak a RIMPAC gyakorlatok is, amiket ugye minden évben megtartanak, és véletlen minden évben ugye a Kínához közeli vizeken. És itt nem csak Japánról, meg Dél-Koreáról beszélünk, hanem Ausztráliáról is beszélünk, esetenként ugye Szingapúrról is beszélünk, tehát hogy az amerikaiak egy olyan széles szövetségi rendszerre és ennek a szövetségi rendszernek olyan átfogó katonai képességeire is tudnak támaszkodni, amire hát bizony sok más ország nem. Kína is, tehát nem egyszerűen az USA-t kell Kínának utolérni ahhoz, hogy hegemon legyen, hanem vagy szét kéne robbantani az amerikaiak vezette szövetségi rendszert, ami azért nagyon nehéz, mert minél erősebben igyekszik ki Kína azon, hogy terjeszkedjen, meg behódítsa, vagy gazdaságilag, politikailag, katonailag alávesse a szomszédos országokat, annál jobban arra kényszeríti őket, hogy szorosabbra fonják a kapcsolataikat az Egyesült Államokkal. Tehát ha nem sikerül szétrobbantani ezt a rendszert, akkor meg kell egy hasonló sajátot létrehozni, ami megint borzasztó nehéz, mert ki fogja otthagyni az amerikaiakat Kínáért cserébe. Tehát ugye Kína nagyon sok mindent tud,
és borzasztó népszerű is az afrikai térségben, vagy bizonyos közép, meg latin-amerika országokban, ugye hagyományosan a gringo, azaz az Amerika ellenesség nagyon erős, tehát ezen országoknak is a külkereskedelmében azon nagyon erősen jelen van az Egyesült Államok. Tehát bizonyos baloldali politikusok, a Latin-Amerikában súllyal a baloldali politikusok azok, akik látványosan szeretik szorosabbra fonni a kapcsolatokat Kínával, de ez nem azt fog jelenteni, hogy ne adj Isten, mit tudom, Nicaraguába vagy Venezuelába, akik még ugye a legbalosabbak, meg elkötelezetten orosz, meg Kína barát politikát folytatnak, hogy hirtelen lesz a semmiből egy nagy kínai haditengerészeti vagy légibázis. És arról is beszél, hogy ezen országoknak a meglévő katonai képességei meg bizony-bizony messze nem elegendőek ahhoz, hogy eretentő erőt képviseljenek az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Tehát a világ 10 legnagyobb védelmi, mondjuk 15 legnagyobb védelmi képességekkel, költségvetéssel rendelkező országából, ugye Oroszország meg Kína egyértelműen az Egyesült Államok ellensége, India semleges, Irán van még benne az első 15-ben, szintén ugye az Egyesült Államok ellensége, de az összes többi, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Japán, Dél-Korea, Ausztrália, Olaszország, Izrael, hogy csak a fontosabbakat említsem, mind az USA szövetségese. Tehát Kínának ezzel a kumulatív szövetségi rendszerrel szemben kellene erősebbé válnia, ami nyilván tekintette arra, hogy egy globális szövetség a csendes óceánon relatíve hamar elérhet Kína egy olyan állapotot, amikor lévén neki minden ereje ott van, az összes ereje fölénybe fog tudni kerülni az egyesült dél-koreai, japán, kínai képességekkel. Na de globálisan ettől még nagyon-nagyon messze van. Plusz ugye ahhoz, hogy globálisan Kína hozzáférjen a globális dolgokhoz, tehát kezdve az északi sarkvidéktől, ami Kínának deklaráció kitűzései vannak, akár az afrikai vagy a latin-amerikai országokhoz, ahhoz valahogy át kéne hámoznia magát azon az úgynevezett első szigetláncon, ami a Japánnal kezdődik, majd Tajvanon keresztül a Fülöp-szigeten át, Indonézián, Tájföldön keresztül, Szingapúrt kine hagyva, gyakorlatilag így bekeríti Kínát. És hát ugye ez nem olyan egyszerű. Még Tajvan megszerzése sem kínálkozik annak, ami papíron Kína része, csak ugye de facto lényegében 49-50 óta független államként létezik. Amit felmerült most benne, ugye sokan szokták emlegetni, hogy az Egyesült Államoknak egy nagy logisztikai bravúr volt a világháborúban, hogy ilyen messze a saját mag területeitől tulajdonképpen hadat tudott viselni, és a csendes óceán tulajdonképpen Japánig tudott vonulni. Most az elmondottak alapján jelenleg ez kicsit egy fordított szituáció. Az Egyesült Államoknak megvannak azok a bázisai, támogató csoportjai, helyi kiépített infrastruktúrája, amivel képes lehet hosszú távon hadat viselni ilyen távolságba, és tulajdonképpen Kínának kéne ezt a logisztikai bravúrt végrehajtani, ha esetleg az amerikai partokra szeretné vinni a háborút. Hát egyfelől igen, másfelől meg független attól, hogy ugye valóban van egy óriási kiterjedt bázisrendszere, ugye 2021 végi adatok alapján több mint 100 országban több mint 200 ezer amerikai katona állomásozott, tehát beltes mennyiség. Emellett azért megtartotta a logisztikai képességeit is. Tehát gyakorlatilag minden egyes nagyméretű partaszállító hajóra, nagy felszíni hajóra, tehát fregattok, rombolókra, cirkálókra, repülőgéphordozókra, nukleáris meghajtású tengeralattjárójára az amerikai haditengerészetnek esik egy nagyméretű ellátóhajó. Tehát vagy lőszerszállító, vagy üzemanyagszállító, tehát tartályhajó, vagy hűtőhajó, ami ugye élelmiszert szállít, tehát döbbenetes mennyiségű logisztikát igényel azért a globális jelenlét. Tehát az amerikai Military Sealift Command, tehát katonai tengeri szállítási parancsnokság, az döbbenetes hajómennyiséggel rendelkezik. Tehát közel 200 hajója van a
kisebb vontatóhajóktól kezdve, amik a kikötőkben mozgatják, húzzák, vonják a nagy hajókat, a 40-50-60 ezer tonna rakományt szállítani képes roróhajókig, hűtőhajókig, lőszerszállító hajókig, minden. Tehát a globális jelenlét ára globális logisztikai képesség. Tehát az amerikaiaknak nem hobbiból van közel 600 légi után töltő repülőgépük, ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy a világon szolgálatba álló összes légi után töltő repülőgépnek körülbelül 80% az Egyesült Államok haderejének a birtokában van, hanem azért, mert ugye, hogyha hirtelen helyzet van, nagyon jó példa erre a 90, amikor ugye Kuvaitot lerohanja Irak, akkor az amerikaiak az első hullámban rengeteg F-15-ös meg F-16-os repülőgépet reptettek át szaudarábiai repülőtereken, hogy Szaudarábia az irak-iráni háború alatt pontosan látva azt, hogy bárki nyer is, mégis döntetlen lett, annyira megerősödött akár az iraki, akár az iráni hadarat, az ellen elrettentő képességekre van szükség. Nyilván, ha kell, akkor az USA úgyis megvédi Szaúd-Arábiát, de ahhoz meg kellett teremteni ezt a bázis, meg egyéb hálózatot, amire az amerikaiak át tudtak menni. És az első lépcsőben az USA-ból repültek át F-15-ösök, meg F-16-osok. Tehát ugye többszöri légi után töltése, és Grönlandtól kezdve Nagy-Britanniából, Spanyolországból, Olaszországból szálltak fel a tartálygépek, hogy a gépek áramlása folyamatos legyen Szaúd-Arábiába. Tehát az amerikai haderő egy direkt erőkivetítő haderő, egészen egyszerűen azért, mert a hidegháború alatt beállt az a rendszer, gyakorlatilag a második világháború végére, hogy az amerikai bázisok, meg az amerikai szövetségi rendszerek, azok ott vannak a potenciális szövetségesek körül. Tehát ahogy az Egyesült Államok, a Szovjetunió gyakorlatilag a NATO-val, a CENTO-val, a SEATO-val, a csendes-óceáni bilaterális egyezményekkel, akár Japánnal, akár Dél-Koreával, akár a Fülöp-szigetekkel, vagy ne is beszéljük az ANZUS-ról, ugye, amit Ausztráliával és Új-Zélanddal kötött, bekerítette. Most ugyanúgy ott van ugye az első szigetlánc, és ugye Japánban, Dél-Koreában, és a Fülöp-szigeteken is vannak amerikai katonák, meg egyébként Szingapurban is, miként a szingapúri légierőnek például a kiképző reptere az Egyesült Államokban van, ugye. Városállamban nincs elegendő biztonságos légtér ahhoz, hogy ott gyakorló repüléseket hajtsanak végre a pilóták. Tehát az Egyesült Államok ugyanezt csinálja most Pepitában Kínával, amit megcsinált a Szovjetunió a hidegháború végén. Ugye az amerikai stratégiában az a lényeg, hogy nagy létszámú szárazföldi haderőt nem feltétlenül kell fenntartanom, mert arra ott vannak az adott térségben lévő szövetségesek, akik amúgy is nagy szárazföldi haderőt tartanak fenn, hiszen egy nagy, agresszív hatalommal, akár Kínáról beszélünk, akár a Szovjetunióról, Oroszország határosok, nekik muszáj nagy szárazföldi haderőt fenntartani. Nyilván az én erőim második, harmadik hullámban meg fognak érkezni utánpótlásként, viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg tudjam csinálni, az nekem a légteret, meg a tengeri szállítást biztosítanom kell. Tehát az amerikai haderőn belül, összehasonlítva egyébként akár a brittel, pedig Nagy-Britannia Szigetország, akár a Japánnal, nem is beszélve a dél-koreaival, vagy a németről, vagy a franciáról, sokkal arányosan, sokkal nagyobb a szárazföldi haderőhöz képest a haditengerészet mérete, meg a légierő mérete, és ugye külön speciális dolog az amerikaiaknak, hogy ott önálló haderőnemként van meg a tengerészgyalogság, ami hát ugye a brit tengerészgyalogság nagyjából 7000 fős, a francia körülbelül 3000-es, az amerikai tengerészgyalogság viszont majdnem 200 000-es. Tehát 182 000, hogy valami van az aktív állománya, és saját 35 000 fős légiereje van. Több száz repülőgéppel. De az USA ezt azért teheti meg, mert otthon nincs szárazföldi fenyegetés. Tehát sem Kanadától, sem Mexikótól nem kell tartania.
Tehát az amerikai, mondjuk úgy védelmi filozófia, az mondjuk orosz meg kínai nézőpontból eléggé agresszívnak tűnik, mert hogy az amerikai érdekeket az amerikaiak az orosz meg a kínai határoknál már meg tudják védeni, mert vannak a közelben szövetségeseik. Igen, viszont ha ugye a szövetségesekről szó került, hogy ott van Taiwan, aminek egy nagyon furcsa helyzete van, főleg ezzel az egy Kína politikával és hasonlókkal, és ilyen nemrég a hírekbe is került, hogy elég agresszív módon hát sértett légteret Kína többször, és hogy ugye az amerikai házelnök is Taiwanra utazott. Mennyire elképzelhető, hogy Kína megtámadja Taiwant, és az USA mennyire lehet képes esetleg megvédeni? Hát minden benne van a lehetőségek között. Úgy gondolnám, nem annyira valószínű. Tehát pont az Ukrajna elleni orosz agresszió mutatja meg, hogy mire számíthatna Kína, hogyha egy oldalon megtámadná Taiwant. Kérdés persze, hogy mivel a gazdasági kitettség és nagyobb a nyugati országoknak Kína felől, mennyire lenne egységes a nyugati fellépés Kínával szemben, de tételezzük fel, hogy csak kicsit lenne gyengébb, mint az orosz agresszió esetén. Az már nagyon fájna a kínai gazdaságnak. Ugye Kínának azért Európa, meg egyébként maga az észak-amerikai piac is, tehát az Egyesült Államok, mintha csak országot nézzük, Kínának a legnagyobb kereskedelmi partner, akár import, akár export vonatkozásokat nézünk. Taiwan nem lenne könnyű dió. Ugye pici szigetország, 23 millió lakossal, tehát hogy nem egy, viszont egy 170 ezres haderővel állik felfegyverezve, és ugye a ukrajnai háború tapasztalat alapján ő maga is elképesztő mennyiségben veszi azokat a különféle páncéltörő eszközöket, váraindítható légvédelmi rakétákat, amivel az ukránok is megfogták az orosz haderőt. Itt megint a bizalom meg a szavahihetőség kérdés, hogy az Egyesült Államok nagyon sok országnak adott biztonsági garanciákat a térségben. Kicsit olyan ez, mint hogy a baltiak ugye attól félnek, hogy egy féltek, hogy egy esetleges orosz agresszió esetén a NATO nem védeli meg őket. Ugye most már minden balti államban komoly NATO erők vannak, köztük amerikai csapatok is, tehát bármelyik balti állam elleni orosz agresszió rögtön azt jelenteni, hogy még nem is lépne életbe az ötödik cikke, de már az első pillanattól kezdve NATO erőkkel csapnának össze. Ha az USA elengedné Taiwan kezét, nem nyújtana neki segítséget, akkor az amerikai biztonsági garanciák meggyengülnének, megrendülnének a Dél-Korea vagy a japán vezetés szemében. Tehát itt nem csak egyetlen egy országról van szó, hanem egy egész régióról van szó. És ugye az Egyesült Államok vezetése, jó, hát volt egy Donald Trump nevű elnökük is, de úgy alapjában véve alatta is az establishment, tehát a tényleges közigazgatásban dolgozó szakemberek pontosan tudták, hogy az USA egymaga nem elég erős ahhoz, hogy minden problémát megoldjon, minden potenciális regionális ellenféllel szemben fel tudjon lépni. De az USA-nak erre nincs is szüksége, ugye erre ott van az az elképesztően kiterjedt szövetségesi rendszere, amire támaszkodva ezeket a feladatokat meg tudja oldani. És egy másik dolog, ami ugye szintén nem olyan rég történt, hogy Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy Japánt akár nukleáris erőbevetésével is megvédi az Egyesült Államok. Mi az, ami egy ilyen erős reakciót kiválthat, mert azért az atomfegyverek bevetése, az tulajdonképpen Hiroshima és Nagasaki után egy ilyen végső megoldás kategóriába esett, vagy esik, ami csak a legeslegutolsó pillanatban merül föl. Igen, ugye ez itt vissza kell menni a majdhogynem a második világháborúig. Ugye 1951-ben, amikor az Egyesült Államok és Japán gyakorlatilag egyrészt befejezi a háborút, tehát ugye San Franciscóban aláírják a békeszerződést, ugyanezzel egy lélegzettel aláírnak egy bilaterális védelmi megállapodást is. Annak nagyon sok kitétele van. Az egyik, ami ebből a szempontból nagyon fontos, hogy Japán megígérte, hogy nem tart hadrendben, nem fejleszt, nem gyárt, és nem exportál ehhez kapcsolódó technológiát, mármint a tömegpusztító fegyverekre. Tehát sem atom, sem vegyi, sem biológiai fegyverprogramot nem folytat,
és ezek előállításához felhasználható technológiát sem exportál. Ezért cserébe viszont Japán bekerült az amerikai nukleáris védelmű alá. Tehát nyilvánvaló módon Japán szintén egy igen nagy méretű, ugye a távol-keleten azért hatalmas haderők néznek egymással a farkas szemet, meg hát nem is kis ország, tehát ugye egy 125 milliós népességről beszélünk, tehát ehhez képest egyébként nem is olyan nagy az amerikai haderő, bocsánat, nem is olyan nagy a japán haderő, bocsánat, tehát egy ilyen 201 pillanat, csak gyorsan odalépek a balanszba, nem akarok butaságot mondani. Egy nagyjából 250 ezer főről beszélünk, ami rendkívül korszerű eszközökkel rendelkezik. Tehát mind a japán haditengerészet, mind a japán légierő igen-igen erős, igen komoly potenciális képességekkel rendelkeznek, ugye rendkívül korszerű típusokkal rendelkeznek, ugye Japán megkapta az F-35-öst, az amerikai Allied Burke osztályú rombolók, illetve Ticonderoga osztályú cirkálóknak a lelkét, az Aegis lokátor és vezetési irányítási rendszert is megkapták. Tehát Japánnak 6 Aegis hajója áll jelenleg hadrendben. Ugye ezekkel akár balisztikus rakétákat is le lehet lőni, tehát katonailag egy nagyon nehéz hagyományos fegyverekkel Japánban partaszállást végrehajtani. Ez a Lloyd Austin féle védelmi garancia az arra vonatkozott, hogyha valaki, ami ugye benne van egyébként az eredeti 51-es megállapodásban, amit azóta párszor felülvizsgáltak, de mindig megújítottak, ha valaki mondjuk atomfegyverrel, vagy tömegpusztító fegyverekkel mért támadást Japánra, akkor ezt az Egyesült Államok úgy értelmezi, hogy őt magát támadták meg ilyen módon, és akkor ugyanilyen eszközökkel fog válaszolni. Tehát gyakorlatilag ez egy esetleges kínai, vagy észak-koreai, ne felejtsük el, hogy Észak-Koreának is a sajnos, nyugodtan mondhatjuk, nukleáris képessége a térségben, támadásra, amennyiben ezek az országok, és itt egyébként ez nem is annyira Kínára vonatkozik, megítélésem szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb észak-koreai diktatúrára. Tehát ebben az esetben az Egyesült Államok képes és hajlandó nukleáris válaszcsapást mérni az, arra az országra, ami ezt, mert egyébként ha figyelembe veszük azt is, hogy milyen amerikai haderő állomásozik Japánban, ugye ott van a 9. hadsereg, ott van a 7. flotta, a 3 aktív tengerészgyalogos hadosztályból 1, plusz több mint 13 ezer fős légi kontingens is, tehát lényegében egy légi hadsereg, az 5. légi hadseregnek is a központja Japánban van. Tehát bármilyen Japán elleni, akár hagyományos fegyverekkel indított támadás, az abban a pillanatban automatikusan azt fog jelenteni, hogy a támadó állam megtámadta az Egyesült Államokat is, mert nagyon nehéz lenne úgy Japán megtámadni, hogy közben ne kerüljön a támadó harcérintkezésbe amerikai csapatokkal is. És egy másik érdekes dolog, mert szintén az aktualitások felé elindultunk, így az interjú végén, az ugye most az amerikai, hát légtérben lelőtt kínai ballon, illetve az azóta lelőtt 3 UAP, amit nem tudjuk, hogy honnan és micsodák, de feltételezhetően azok is kínai eszközök. Mi lehetett például akár ezzel a ballonnal Kína célja, illetve milyen üzenetet sugározhatnak azok, hogy ilyen berepülésekre, légtérsértésekre sor került? Ugye ez a ballon, ugye most már egyre többet tudunk róla, ugye most már a szenzorait, meg az antennáit is kipecázták a mexikói öbölből, tehát a legfrissebb információk alapján, ugye magának a ballonnak a mérete körülbelül egy 2 busznyi lehetett, tehát egy igen terjedelmes eszközről volt szó, de milyen speciális ugye műanyag bevonattal rendelkezett, ezért nagyon kicsi volt a lokátor visszaverő keresztmetszete, ezért gyakorlatilag az amerikaiak most korábbi radar meg egyéb megfigyelési adatok alapján döbbentek rá, hogy valószínűleg ez már az 5., de minimum 4. ilyen berepült eszköz volt, csak az előző 4-et nem tudták azonosítani, hogy hol eltűnt, hol
hol megjelent a radarképernyőn, tehát valószínűleg, és ebből három Trump elnöksége alatt így vitorlázott keresztül az Egyesült Államokon. Ezek ugye ilyen passzív lehallgatást végeztek, tehát amerikai elektronikus, ugye úgynevezett elintet végeztek, tehát az amerikai lokátoroknak, kommunikációs rendszereknek a hullámsávjait figyelték, a frekvenciatartományokat, nyilván lehallgattak katonai kommunikációt, stb. Stb. Nyilván Kína ezzel erőt mutatott. Ugye Kína meg tudja már, nagyon sok mindent meg tudna oldani már a levegőből is. Ugye az Egyesült Államok után Kína rendelkezik a legnagyobb műholdrendszerrel, zömmel katonai célra használható műholdrendszerrel a világon, tehát igen-igen komoly kapacitásai vannak a Kínai Népköztársaságnak, tehát mindazon adatok egy jelentős részét, amit mondjuk úgy ezzel Kína meg tudott szerezni, valószínűleg a nemzetközi jogot nem megsértve meg tudott volna szerezni műholdakon keresztül a világűrből is. Csak itt ugye az üzenetnek van egy nagyon komoly erőfitoktatási része. Tehát Kínának ugye 161 műholdja van, most megtaláltam a legfrissebb adatokat. Kommunikációs, navigációs, meteorológiai, elektronikus adatokat gyűjtő, tehát csak úgynevezett felderítő elektronikus adatokat gyűjtő műholdakból 110-zel rendelkezik Kína. Ez egy egyszerű erőfitoktatás volt, nyilván egyfajta válasz is, hiszen ugye Tajvan kínai álláspont szerint, meg egyébként ezt az USA is elfogadta valahol, Kína része, hiszen az USA is elfogadta az egy Kína elvet. A dél-kínai tenger Kína saját állítása szerint teljes egészében Kínáé. Na most ugye a kínaiak által épített mesterséges szigetek körül a Kína által saját magának úgynevezett deklarált felségvizeket, amit egyébként nemzetközi jogilag senki nem ismert el, és semmilyen nemzetközi jog alap sincs rá, tehát Kína ezt az erőjogán vette birtokba. Rendszeresen behatolnak olyan a amerikai hajók, egyszerűen keresztül hajóznak rajta, hiszen ugye a Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete szerint, amit egyébként a Fülöp-szigetek adott be, Kína nem deklarálhatja, hogy az általa épített mesterséges szigeteket ő jogszerűen birtokolja. Tehát rendszeresek oda az amerikai haditengerészetnek a behatolásai, az áthajózása, ez egyfajta válasz erre, csak ez egy nagyon kemény válasz. Tehát ugye ott, amit az Egyesült Államok csinál, azok ilyen szürke zónás területek. Tehát maga Kína is tudja, hogy az nem feltétlenül az övé. Tehát maga Kína is pontosan tudja, hogy ott ő azért feszegeti a nemzetközi jogi, mondjuk úgy, kereteket. De ennél egy sokkal egyértelműbb megsértése a nemzetközi jognak, amikor én kémballonokat és más egyéb kémeszközöket viszek egy másik ország légterébe. Mert ugye a világűr az mindenkié, de az adott államon belül ugye a Földnek a légkörében, ami az Egyesült Államok fölött van a földi légkörben, az az Egyesült Államoknak a légtere. Oda katonai eszközöket, felderítő eszközöket bevinni, a nemzetközi jog szerint csak úgy lehet, ha bejelentem az adott országnak, és ő azt engedélyezi. Nyilván Kína nem kért engedélyt az Amerikai Egyesült Államoktól, hogy szeretnék kém légjobböket beengedni, bejuttatni az amerikai légtérbe. Tehát ez egy nagyon határozott, és mondjuk úgy, a diplomáciai normákat, a nemzetközi kapcsolatok alapszabályait figyelembe véve egy rendkívül barátságtalan kínai lépés volt, de sajnos illeszkedik abba az egyre mondjuk úgy fenyegetőbben ellenségesebbé váló amerikai-kínai viszonyba, ami az elmúlt nagyjából 2-3 évben történt. Ugye ezt a fajta összefeszülést, ezt ugye részben ugye Xi Jinping sem nehezményezte, részben ugye még Donald Trump kezdte a China Bad típusú ugye rendkívül szofisztikált
politikai szónoklataival, ugye az elnök úr itt arra, volt elnök úr itt arra utalt, hogy ugye az Egyesült Államoknak a külkereskedelmi érlege Kínával szemben rendkívül negatív. És egy utolsó kérdésem lenne, így ezeknek a fényében elkerülhető az Egyesült Államok és Kína összecsapása hosszú távon, és képes lett az Egyesült Államok full hatalmával gátat szabni a kínai ambícióknak? Ezt nehéz megmondani. Tehát igazából egy nyílt katonai konfrontáció egyik félnek sem annyira az érdeke. Ugye Kína a globalizációnak a legnagyobb nyertese. Tehát egy borzasztó szegény, koldusz szegény országból vált a világ első-második számú gazdasági hatalmával. Ugye a bizonyos statisztikai számítások szerint már erősebb, mint az amerikai gazdaság. De ha az egyfőre eső nemzeti összterméket nézzük, akkor is Kína ma már egy közepesen fejlett ország, ugye a keleti partvidéki régiói pedig igen fejlettek, tehát ugye belső ázsiai, nyugati régiói Kínának messze le vannak szakadva a keleti felétől. Kína nyertes, tehát 1980-ban nem volt olyan afrikai ország, aminek az egyfőre eső bruttó nemzeti összterméke kisebb lett volna, mint a kínai. 2020-ban nem volt olyan afrikai ország, aminek nagyobb lett volna az egyfőre eső nemzeti összterméke, mint a Kína, és ebbe ugye olyan gazdag országok is, relatíve fejlett országok is benne vannak, mint a Dél-Afrikai Köztársaság, vagy mondjuk fent északon, ugye Tunézia, vagy Marokkó, amiknek azért többé-kevésbé jól működő, nagyon sok turistát vonzó, és például Algéria esetében nagyon komoly kőola és földgáz kitermelésen nyugvó, stabil gazdasága van. Tehát Kína az egész globalizációnak a legnagyobb nyertese. Kína pontosan tudja, hogy számos szempontból nekik dolgozik az idő, tehát ők ráérnek. Tehát amennyire Oroszországnak a nemzetközi súlya, érdekérvényesítő képessége csökkent mondjuk úgy az elmúlt bő 30 évben, Kínáé gyakorlatilag ezzel párhuzamosan egyre erősebbé vált. Tehát Kína, ha türelmes, nagyon sok mindent békésen is el tud érni. Nyilván nem feltétlenül mindent. Ugyanakkor azt is látni, hogy Kínában egy nagyon-nagyon komoly autoriter rezsim van, ami ráadásul ugye Xi Jinping egy több évtizedes megállapodás rúgott fel azzal, hogy neki ment a harmadik elnöki ciklusának. Ugye eddig ugye az volt a forgatókönyv Mao Tse-tung halála után, ugye utódja Deng Xiaoping rakta le az alapokat, hogy minden generációnak, minden vezetőnek nagyjából 10 éve van az önmegvalósítása, és aztán ugye át kell adni a következő generációnak a kormánykereket. Ugye Xi Jinping ezt olyan szinten elmulasztotta, hogy nagy valószínűséggel nem csak 5 évet fog hosszabbítani, nagyon sok mérvadó elemző szerint, hanem úgy igyekszik bebetonozni magát a hatalomba. És ilyenkor mindig jó jön egy kis nacionalista hisztéria. Tehát a nemzeti érdekeknek, nemzeti érzéseknek a nagyon komoly hangsúlyozása, aminek nyilván az egyik legegyértelműbb, ugye sok van, az egyik ilyen a tajvani kérdés, hogy már pedig Tajvan Kína része, ugye a 23 millió Tajvan ezt nagyon nem így gondolja, tehát nyilván ők akár fegyveres erővel is igyekeznének megvédeni a függetlenségüket. Aztán föl lehet emlegetni mindazt a borzalmat, amit ugye a 31-es Mandzsúri elleni támadás követően a japánok 1945-ig elkövettek Kínában. Tehát meg is indul ez a fajta nacionalista propaganda a kínai államban. Állítólag személyesen Xi Jinping is személyes küldetésének tartja azt, hogy Tajvant visszaegyesítse Kínához. Ugyanakkor, ha csak a gazdasági, meg a politikai érdekeket nézzük, Kínának nem érdekel a háború. Ugye Kína egy borzasztó exportorientált gazdaság, ha az európaiak mondjuk azt látják, hogy kínai rakéták jégeső módra zógnak Tajvanra, és ott ezrével ölik a civileket, akkor nem biztos, hogy az olcsó kínai pólót fogják megvenni. Nyilván lesznek nagyon sokan olyanok, akik megveszik, de Kína ellen valószínűleg lennének komoly gazdasági büntetőintézkedések,
és Kínának ez nem feltétlenül érdeke. Ráadásul ugye Kína pont azzal tud sikeresen terjeszkedni, diplomáciai kapcsolatokat képíteni Afrikában, meg Latin-Amerikában, hogy én nem olyan vagyok, mint a gonosz USA, meg a gonosz európai, aki én vagyok az abszolút, én vagyok a legbékésebb ország a világon. Ami persze nem igaz, de ugye, mivel nagyon komoly sérelmi politizálás van az afrikai országok részéről, Európával szemben, meg az USA-val szemben, a latin-amerikai országok részéről pedig az USA-val szemben, ez nagyon jól működik azokban a térségekben. De ugye ezt is nagyon lehet csapni azzal, hogy a globális, globalizált média idején azt nem lehet megoldani, hogy úgy lövöm szitává Tajvant, úgy ölöm meg ezer száma civileket, hogy ezt ne lássa senki a világon. Tehát én azt mondanám, hogy logikus mind a két fél számára, mondjuk ha végzünk egy logikus mit kockáztatott, mit nyerek számvetés. Tehát árérték arányban megéri-e háborúzni, akkor mind amerikai, mind kínai oldalról egyértelműen nem a válasz. De ha például ugye a következő választáson Donald Trump lesz az elnök, aki hát a döntéshozatalát tekintve nem mindig a realitások meg a józanész talaján mozgott, és ez a Xi Jinping-féle kicsit nacionalista Nagy Kína projekt még jobban meglódul, akkor lehet olyan összefeszülés a két ország között, ami elvezethet egy konfliktushoz, de ennek a valószínűsége szerintem relatíve alacsony, mert Kína a legtöbb célt, amit kitűzött maga elé, békés úton is el tudja érni, és ugye Mao Tse-tung szokta, nehogy Mao Tse-tung, Deng Xiaoping szokta mindig mondani, hogy Kína 6000 éves, nekünk időnk van. Tehát Kínában nem feltétlenül kell sürgetni a dolgokat. Kína egyre erősebbé vált az elmúlt időszakban, és az előrejelzések szerint 2040-50-ig Kína folyamatosan fejlődni fog. Aztán már ugye egyre durvábban érződik ott is, hogy a Mao Tse-tung féle egyke politika mögött elkezd fogyni az ország népessége, meg öregszik. Az USA sem érdekelt feltétlenül a konfliktusban, mindaddig, amíg Kína nem támadja meg valamelyik szövetségesét. Nem tudni, mit hoz a jövő. Józan érvek alapján nagyon nem valószínű háború, de ugye józan közgazdaságtani, meg egyéb érvek alapján senki nem gondolta volna, hogy Oroszország nyílt háborút indít, inváziót indít Ukrajna ellen. És most már egy éve zajlik az a konfliktus is. Tehát ki semmiképpen nem lehet zárni, nem valószínű egy amerikai-kínai konfliktus. Bízunk a legjobbakban. Nagyon köszönöm az interjút. És nagyon köszönöm mindenki megtekintette, és remélem találkozunk, vagy megtekintik majd a következő interjúinkat és adásainkat is. Viszontlátásra!